Sziasztok! Kovacsics Kokszai István vagyok, a Panír műsorvezetője. A mai műsorban a vendégem Simon Róbert Balázs, országgyűlési képviselő, és neki a kedvenc ételt fogjuk elkészíteni, ami nem más, mint egy sertésszűz, lecsóval és egy kis hagymás buronyával. Tartsatok velünk! Különös nap ez a mai, hisz el tudtál hozzám jönni főzni, aminek igazániból nagyon-nagyon örülök, mert volt már vendégem, és kicsit másabb szektorban, de mégis ő is azért a nagy emberekből, mondhatom kicsit így, hisz ő is egy nem mindennapi ember volt, ugye egy felső vezető rendőr, és nagyon örülök, hogy itt vagy nálam, és kicsit közösen is tudunk főzni. Ugye már itt a bemutatkozóban elmondtam, hogy egy igazi klasszikus lecsós szűz fog asztalra kerülni ma, és most már így a tavasz derekán vagyunk, megpróbáljuk a paradicsomot, paprikát és úgymond a lecsót elhozni, viszont ha már itt vagyunk a tavasz derekán, azért lassan neked is meggyűlik a dolgozzal sok munkával, hisz jön az április, jönnek itt a választások, úgyhogy különös örülök, hogy kicsit belefértünk abba, hogy ide hozzám is elgyere. Kicsit mesélj elő, hogy hogy készülsz, de a szakács legnagyobb tehetség az, hogy nem csak beszélünk, hanem dolgozunk is közben. Úgyhogy amíg mesélsz, próbálom, hogy nem elvágni a kezedet, és egy kis hagymát szelni nekem ez a lecsóhoz. Válasszál egy kis hagymát, és közben mesélj, hogy mivel telik a napod, mivel telik a hét. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Örülök, hogy együtt főzhetünk, együtt főzhetek egy profival, együtt készíthetünk egy finom ételt. Most a napjaim, ugye az április 3-ra készülünk, választások lesznek, természetesen a kampánnyal megtöltve zajlanak, folyamatosan megyek egyik eseményről a másikra, úgyhogy ezt is beiktattuk. Ez is egy fontos lehetőség, fontos esemény a mai, de természetesen néha azért jut időm főzöcskézni is. Például a lecsót azt kimondottan szeretem, ennek az ételnek egyik része a lecsó, úgyhogy abban jó vagyok. Sőt, akkor egy sztorit is mesélek, még közben persze kéne dolgoznom is, ugye hagymát szeletelni. Azt szeretném mondani, hogy van egy kedves barátom, azt mondja, hogy ő itt Győr környékén lakik, hogy ő csinálja, ő készíti el Magyarország legjobb lecsóját. Ezt elmeséltem valakinek, aki egy balatonfüredi barátom, azt mondja, figyelj, akkor én meghívlak hozzám, és én elkészítem a világ legjobb lecsóját, tehát megy a lecsóba is a verseny mindenki között, úgyhogy én magam is próbáltam beszállni. Kérlek irányítsd, hogy mit évő legyek, és akkor azt fogom tenni. Akkor most megtanuljuk az univerzum legjobb lecsóját. Jó? Az univerzum és akkor legjobb már lecsóját. Is ott vagyunk, igen, hogy igen. Nyertél. Így van, így van. Ilyen, én azt szoktam mondani, hogy ilyen egyszer vagy kétszer-kétszer is kockák, nyugodtan pár szeletre fölvágod, tehát nem kell nagyon apróra. Ugyanis a lecsónak nem az a lényege, hogy mint egy pörkölt alapnál, hogy nagyon lepirítjuk külön egyenként a dolgokat, hanem szépen egyből, hogy az ízek megmaradjanak. Így jó lesz körülbelül? Persze, tökéletes lesz, ugyanis a lecsó itt most egy alapragú lesz majd ennél az ételnél, úgyhogy nem kell, hogy eltűnjön az ételben. Megvan a hagyma, most akkor egy paprika jöhet. Egy már megvan, úgy félig. Technikásan, azaz. Ezt a trükköt ismerted? Hát ismertem. Néha láttam már ilyet. Ezt mondják csumázásnak, ugye? Így van, akkor... ez egy tökéletes mozdulat volt. Így kosszába láthatom? Így van, így van. És akkor itt megyünk tovább. Csak óvatosan a kezekkel, és akkor nem is lesz semmi baj. Így, és akkor ezt még nyugodtan még így egy kicsit ilyen apróbra még föl lehet vágni. Amit tudni kell még, kedves nézők, a szűzpecsenyéről, a mai világban már inkább szuvidáljuk a szüzet, mint azt, hogy grillezzük. Viszont most meg fogjuk grillezni ezt a szüzet, úgyhogy rozéra hagyjuk, én úgy szeretem. Nyilván, hogyha valaki nem a rozét kedveli, azoknak hagyjuk, majd nyugodtan tovább süsse otthon. Eddig jó vagyok? Nagyon-nagyon profi. Köszönöm szépen, igyekszem. És akkor ezt is, még ezt a darabot. Most két darab paradicsomot még vágjunk hozzá. Hivatalosan azt szokták mondani, amikor lecsót készítünk egy étel alá, egy pörkölt, egy bármi alá, mindig azt szoktuk mondani, hogy egy rész paprika, egy rész hagyma és két rész paradicsom. Tehát a paradicsomnak mindig többnek kell lennie, hogyha pörköltet készítünk, viszont most ragú lesz a lecsunk. Ilyenkor nem kell ennyire odafigyelni erre, hogy sokkal több legyen a paradicsom, mert akkor el fogja vinni az ízeket. Megvannak az alapanyagjaink, most nincs más hátra, mint gyorsan földobjuk. Sertészsírt fogunk most használni. Itt, hogy ne nagyon kerüljük egymást, én a serpenyő felett átveszem most az uralmat egy picit. És mi még a kedvenc ételt, közben nekem nyugodtan mesélhetsz erről. Magyaros ételeket nagyon szeretem. Ugye említettem a lecsót, de hát ezen túl még
Fölmerült az is, hogy csülök pékné módra, csak ez most egyszerűbbnek tűnt itt a mai napon. Például azt is szeretem, de szeretem a tésztákat is például. Olaszos tésztákat is, tehát attól függ, hogy milyen évszak van, de egyébként az ilyen sütéseket is, halat, vagy éppen bármiféle hússzeletet, tehát ezt a barbecue jellegű ételeket is imádom. Na hát akkor lehet jönni hozzánk barbecue-zni. Igen. És ha már így Győr, meg a vizek, így akkor a halételekben, tehát akár egy jó halászlé, az ecetes, abszolút, a szigetközi ételek, azok mennyire a szigetcsücskék? Abszolút, tehát a halászlét imádom, ezt a szigetközit, nem azokat, amiket még lehet, mert éppen a múltkor fogyasztottam bajait, illetve szegedit is, ugye valamelyik tésztával készül, én a szigetközit szeretem, mert ez sűrű, ezt imádom, és az ecetes halat is, tehát én abban a kategóriába tartozom. Valakivel beszélgettem, aki a keleti országrészben lakik, azt mondja, hogy nem is hallotta az ecetes halról, amíg ide nem került Győrbe a feleségétől, illetve az anyósától, de utána aztán megszerette ő is. És te mikor és miért választottad ezt a szép szakmát, a szakácságot? Igazándiból az én választásom nagyon jó, hogyha már így a keletről beszélünk, én keletről költöztem Győrbe, és nekem a szüleim vendéglősök voltak, volt több vendéglátó egységünk, csak az első nagy hullámba, amikor 2006-ban voltak itt a problémák, akkor édesapám úgy döntött, hogy kiszáll a vendéglátásból, és én akkor elkerültem külföldre, ott Michelin csillagos éttermekben tevékenykedtem, ott megtanultam a szakmát, és végül ide Győrbe költöztem. És ugye én ebben nőttem föl, tehát 90 óta vendéglátóztak a szüleim, úgyhogy nem volt kérdés, hogy mit választak. És akkor 2007 körül kerültem ide Győrbe, és 2007-ben, amikor én idejöttem, még a magyar gasztronómia még nem tartozott, mint nyugat, úgyhogy nem tudta az ember annyira kibontani azt, amit ott megtanult. Viszont 2017 óta vagyok itt a révésznél, és azt gondolom, hogy pont az a gasztronómiai törés, az a nagy változás akkor jött be, és ekkor tudtam igazándiból kinyitni azokat a szárnyakat, amit már hordoztam magammal. Hál' Istennek egy nagyon jó társaság, egy nagyon jó csapat áll mögöttem, nagyon jó a vezetőségem, mindenbe támogatnak, így sikerült az, hogy az elmúlt 3 évben ugye a 100 legjobb magyar étteremben is benne vagyunk. Az, ami nagyon fontos, kedves nézők, hogy mindig akkor sózzuk meg az ételt, amikor már elkezdett egy picit levet engedni a só, ugyanis folyadékot von ki az ételből, ilyenkor már lehet, és még jobban elindítja az ételt, hogy hamarabb kezdjen el összeesni. Úgyhogy mi is megsózzuk, én egy ilyen olasz fokhagymás sót szoktam használni, valamennyire lehet rajta érezni, de az ízén biztos, hogy lehet. Ezt egy kicsit megsózzuk. Kicsit keverhetem? Igen. Oké. Okay. És akkor most az lesz, hogy lefedjük ezt az ételt. Nyugodtan tedd rá a fedőt. Arrafat a kanál is? Vagy hát azt is levesztük. Jó. Tedd rá a fedőt. Így. És akkor most egy picit lejjebb veszünk, és hagyjuk, hogy összeessen. Most már tudjuk azt, hogy én hogy lettem szakács, meg hogy kerültem Győrbe, viszont mennyien tudják azt, hogy te hogy lettél az, aki lettél? Nézd, középiskolás korom óta érdekel a közélet. Az nem lenne igaz, hogyha azt mondanám, hogy rögtön országgyűlési képviselő szerettem volna lenni, de középiskolás korom óta figyelemmel követtem elsősorban a helyi közéletet, így aztán a 2000-es évek elején, de akkor már dolgoztam egyébként különböző munkahelyeken. Dolgoztam korábban egy nagy nemzetközi multinacionális cégnél, utána pedig egy magyar tulajdonban lévő banknál, és közben is figyeltem, meg igyekeztem képezni magamat a közéletre, és 2006-ban úgy adatott, hogy indulhattam Szabadhegy és Kismegyer városrészek önkormányzati képviselő jelöltjeként, és akkor egy komoly eredményt értem el, mert az akkori előttem működő regnáló alpolgármestert gyakorlatilag simán legyőztem, így bekerültem a testületbe. Aztán ezt követően, miután egy banknál dolgoztam, fölmerült, hogy milyen területet vigyek, és az is, hogy alpolgármesterként tevékenykedhessek, és akkor én ezt elvállaltam, és tulajdonképpen 2 ciklusban tevékenykedtem 2006-tól egészen 2014-ig alpolgármesterként, és a pénzügy, vadjoggazdálkodás és az adóügyek tartoztak hozzám végzettségem szerint, és én azt gondolom, hogy ez egy sikeres időszak volt. Majd ezt követően egy nagy lépés, hogyha azt mondanám pozitív, ez pedig egy előrelépés, hogy fölmerült az, hogy ki legyen az országgyűlési képviselőjelölt 2014-ben, pontosabban már 2013-ban, és akkor én indulhattam Fidesz-KDNP színekben, és megszereztem a mandátumot először, majd 2018-ban másodszor, és hát nem titok, hogy arra készülök, hogy most itt 2022-ben harmadszor is. Egy nagyon jó
bevezető volt az, hogy annak idején önkormányzati képviselőként kezdtem, mert azt látom, hogy a mai magyar parlamentben nagyon sokan, neveket természetesen nem mondok, nincsenek tisztában a mai magyar valósággal. Mert esetleg nem beszélgetnek egy szakáccsal, nem beszélgetnek egy munkásemberrel, nem beszélgetnek az utca emberével, nem is találkoznak, hanem egy burokban élnek. Én ettől mindig elhárítottam magam, ott vagyok a terepen folyamatosan. Szerintem ez lehet egy olyan pozitívum, amit értékelnek a választók is. Közben a lecsunk is készül. És a lecsónak az lesz, hogy a titka, én még most egy pár szem paradicsomot apróra fogok vágni. Igen, arra segíthetek én is még itt, akkor egy pillanat átadok egyet, és akkor én is egy másikat elvettem. Megmutatom, hogy én hogy szoktam mondjuk gyorsan apróra vágni, de ezt még azért annyira nem kell követni. Csak ugye most meg kell nekünk adni a sav részét, tehát hogy kicsit legyen neki krémje. Úgyhogy... Ja, inkább a kezed alá dolgozok, adom a következő paradicsomot. Jöhet egy harmadik is? Így van, még egy harmadik jöhet. Tehát most már megvan az alapunk, én a szűzről szépen letakarítottam, amit le kell. Hagyományos magyaros ételekről volt itt szó, úgyhogy most már ez a kis lecsós szűz is egy nagyon finom, pékné csülök egyébként. Az is egy nagyon-nagyon jó étel, ahogy itt már beszélgettünk róla. Bár ugye ez kicsit húzós, mármint húgy húzós, így van, igen. Időben elkészíteni. És mi a véleményed a magyar gasztronómia fejlődéséről, ezekről a tradicionális étterembe jársz inkább, vagy szereted az újításokat, ezt a Michelin-féle dolgot? Most teljesen elfüggetlenül hogy attól, hogy mi mit csinálunk, de azért engem érdekel, hogy az emberek nyilván kíváncsiak az újra, de hogyha választhatsz, inkább a megszokottra mész, vagy pedig szívesen kipróbálsz új fajta? Szívesen kipróbálom az újat is. Egyébként ugye van erre lehetőségünk szerencsére Győrben is, illetve Magyarország különböző településein. Nem titok, meg szoktam nézni a honlapot, meg szoktam nézni a kínálatot, meg megkérdezek egy-két barátomat, akik esetleg már jártak ezeken a helyeken, akár a fővárosban, akár vidéki városokban. Nyitott vagyok az újra folyamatosan. Amellett, hogy természetesen nálam is előnyt élveznek a magyaros jellegű ételek, hiszen azért is választottuk ezt a szűzérmét itt lecsóval, illetve burgonyával. Szóval kész van a lecsónk. Az univerzum legfinomabb lecsója. Így van, univerzum lecsója lett. Úgyhogy ezt én most félre is teszem. És használunk még egy nagy edényt, ebbe pedig a szűzet fogjuk körbe pirítani. Én úgy szoktam, nyilván ezt már említettem a kedves nézőknek is, meg ugye neked is, Robi, hogy én szuvidálni szoktam. Ugye ez egy új stílusú dolog, viszont most maradjunk a hagyománynál, mert hát nyilván nem mindenkinek van otthon szuvidgépe. Viszont azt is említettem, hogy én rozén szeretem. Én a sztékeket is mindent azt szeretem, hogy egy kicsit véres, kicsit nyers, viszont most megpróbáljuk átsütni. A technikája az lesz ennek, hogy teszünk sertészsírt, így van, azt kérem el, meg majd onnan a pár szem fokhagymát, ami már meg van tisztítva, azt fogjuk mellé tenni a húsnak, nyugodtan dob bele az edénybe. Úgy. Jöhet mindegyik, ugye? Így van, így van. Ugyanis ez csak meg fogja nekünk adni az ízét. Mellé teszünk egy darab kis szalonnát, és most bekapcsoljuk, hogy elinduljon a zsír, elkezdjen felolvadni. Ahogy láttad, nagyjából leszedtem róla ezt a hártyát. Van olyan hártya, ami rajta marad, mert ez nem fogja összekapni a húsunkat. És ennyi, ide beletesszük szépen. Ilyenkor lehet kézzel még mozgatni. Igen. Azt mondják a szakácsok, azbeszkezőek. Úgyhogy... És akkor ilyenkor lehet csipesszel, nyilván azért mutatom az otthoni nézőknek, hogy ne nyúljatok bele kézzel, mert azért az otthoni kéz az kicsit gyengébb, mint a szakácskéz. Mi még simán belemerünk nyúlni kézzel, mert minden nap megszokjuk. Úgyhogy most úgynevezett körbe kérgezzük a húst, ezzel lezárjuk a húsnak a szerkezetét, összehúzza magába a húst, és fel fogja szívni alulra az ízeket. Ugye most az ízünk a füstölszalonna, a fokhagyma, és elvileg ezt be kell, hogy szívja majd magába a húsunk. Ezek csak egy ilyen apróságok. Ha már te is tanítottál nekem egy paprikacsomázást, én tanítok egy kis húsütést. Úgyhogy egy jó kis kölcsönös főzésben vagyunk benne. Így, és látjuk, hogy kezd az olajunk egy picit elbarnulni, ez azt jelenti, hogy elértük a 160-170 fokot, ilyenkor nyugodtan levehetjük, és rátesszük a fedőt. Szóval a sertészszűzünk már lassan elkészült, azt most át fogom tenni a lecsóhoz pihenni, hogy a lecsónak az ízét is átvegye, hogy visszakanyarodjunk picit a főzéshez. Gyönyörűen lekérgeződtek, és amiben megsütöttük a sertészszűzet, abból a zsiradéba fogjuk a krumplit elkészíteni. Nagyon fontos, hogy mindig pihentetni kell a húst, úgyhogy most ide átteszem, és ez alá is be fogok kapcsolni, hogy ilyen melegítés szinten menjen, és így talán
mivel a hús ilyenkor, bármilyen húsról beszélünk, lehet a steak, amikor pihentetjük, akkor visszaszívja magába az ízeket, és most a lecsó ízét kell, hogy visszaszívja. Ez jönne ide? Így van, így van, nyugodtan boríts bele. Persze, hát otthon is nem használunk 26 féle eszköz. Így. Szuper. Kicsit fölemeljük a hőfokot alatta. Én amivel meg tudtam spékelni, nagyon szeretem, mert ez egy eszetes gyöngyhagyma, szerintem nagyon-nagyon jól megy a burgonyához, úgyhogy még benne van a szalonna is. A kedvencem egyet kiveszem. Gyorsan egyet lopjál belőle, aztán el kell fogyasztani. Gyorsan föl fog fűteni, közben őt levettük. Így. És amit én szoktam még ilyenkor, ami nekem a konyhám kedvenc, én nagyon szeretem a zöldeket, a frisseket, a minden zöld, ugye jön a tavasz, jó frissességet ad, meg lendületet nekünk, úgyhogy ebbe a petrezsánbe én egy picit innen megpróbálok kilopni, ha tudok, és én nem szoktam nagyon apróra vágni, hanem csak így, úgy szoktam mondani, ahogy esik, úgy puffen, úgyhogy csak ilyen nagy zolósan, ezt ide félreteszem, és rádobjuk égni. Tényleg ezt fogja szerintem igazándiból megadni a sava borsát neki, a friss zöld, egy picit még teszünk ebből a sóból, és hogy ne nagyon törjük ilyenkor a burgonyát, én csak így át szoktam forgatni. Nyilván, ha otthon dolgozunk, lehet serpenyővel is, már gyönyörűen megjött a színe a burgonyánknak, fölvette azt a zsiradékot, amivel sütöttünk. Most jól felemeljük a hőmérsékletet, hogy kapjon egy kis kérget a burgonya. Csak utána egy nem mindennapi tálalást fogunk itt ezen a deszkán végigvinni, hogy egy kis tradíciós, hagyományos ételt egy picit ilyen újabb stílusban kitálaljuk. Nyilván megvan minden elemnek a lépése, hogy mit, hogy szoktam a tányérra tenni. Ebben az esetben ugye mindig a hús az utolsó, ugye megvan a lecsónk, és akkor ebből veszek ki, ugye mert most raguként használjuk. Segítségül hívok egy ilyen kis kanalat. Ugye sokszor én mártásokat használok, én nagyon szeretem a naturális húsokat. Ezt általában így ide tesszük, így ugye a színek meglegyenek. Ezt félreteszem ide eléd, és akkor most jön a szűz. Ő pedig, én most kézzel megfogom, kedves nézők, hisz otthon ti is megfogjátok, úgyhogy ezért most nem fogok elnézést kérni. Mint említettem, valószínűleg picit rózsaszín lesz a belseje, hisz én így szeretem, de csak annyira, amennyire szabad, és amennyire kell. Tehát egy gyönyörű rozé. Ha megengeded István, akkor ráhelyezném a húst. Hova tehetem? Hova? Oda. Igen. Ide. Igen, a másikat mellé. Igen, ide. Így van. Igen. És azt pedig ide. Így. Azt pedig gyorsan be kell kapni. Úgy. Ide. És a végén ugye a frissességről beszélünk. Egy kis cukorborsó, zöldborsó csírát fogok használni, amit szintén szépen így ide teszek, és a szálakkal szépen tudom emelni. De hogy még tegyünk bele szint, ha már itt van ez a gyönyörű kis gombánk. Ez milyen gomba? Ez egy símei gomba. Ez nagyon jó, ecetesen, nyersen is lehet fogyasztani. Muszáj megkóstolni. De azért így annyira nem egy extra íze van, általában nyilván minden gombát lehet nyersen fogyasztani, azt mondják, de én picit meg tudtam sózni. És akkor ezt pedig még így ideállítjuk, és akkor megjönnek a színek, a fehér, a piros, a zöld. Hát ez a művészet, tehát zseniális, ahogy itt összeállítottad. És itt tényleg megkapott mindent, úgyhogy így néz ki egy teljesen egyszerű sertésszűz, magyarosan lecsóval, egy kis burgonyával. Úgyhogy azt gondolom, hogy jó étvágyat kívánunk mindenkinek. Jó étvágyat mindenkinek. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm.